Akár 15%-kal is emelkedhetnek a repülőjegy árak a mediterrán térségbe, de ha bevezetik a külön adót, még többe kerül majd az utazás. A külföldi szállások is drágultak, a forint gyengülése miatt pedig tovább nő a vakáció ára a magyaroknak. Belföldön is sokba kerül a pihenés, a legnépszerűbb szálláskereső oldalon július végén Siófokon egy kétgyermekes családnak egy hétre a legdrágább ajánlat 1.700.000 forint. Lélegzetelállító kikötő, Adriai tengeren ringatózó hajók és az óvárosi sikátorok. Sok magyar választja úti célul a forró nyári napokon Horvátországot. A különleges atmoszférájú történelmi város Atén pedig imás videóval csábítja idén nyára a turistákat. A szakértő szerint a pandémiás évek után, aki teheti, útnak indul, ám az árak tavaly óta magasabbak. Ha összességében nézzük, akkor azért a mostani szezonban akárhova utazunk külföldre, nagyobb, magasabb árakkal fogunk találkozni, mint a korábbi szezonban. Ami problémát jelenthet a magyar utazó közönségnek, hogy nagyon magas az euróforint árfolyam. Emiatt kerülnek forintban átszámolva többe az utak jelenleg. A repülős utak akár 15%-kal is emelkedtek tavalyhoz képest a mediterrán térségbe, és ha a kormány által tervezett különadót valóban bevezetik, akkor a Wizz Airnél további drágulás várható. Az árak is kedvezőbbek, hogyha nem az utolsó pillanatra hagyjuk a foglalást. Lehet még találni, igen, tehát hogy bíztatjuk azokat az utasokat, akik még nem foglalták le a repülőjegyüket, hogy tegyék meg, de minél hamarabb, mert a legutolsó pillanatban tényleg drágább jegyárakkal fognak találkozni. Balatonnál átlagosan 8-10%-kal drágulnak a szállások, de ez nagyban függ, hogy milyen kategóriáról van szó. Természetesen akik januárban, februárban lefoglalták, már volt egy ilyen 40%-os előfoglalásunk, azok még a tavalyi áron jönnek, és hát ahogyan közeledünk ugye a főszezonhoz, úgy akkor emeltünk egy picit. Megnéztük, mennyibe kerül egy kétgyermekes családnak egy egyhetes pihenés július végén. A legnépszerűbb szálláskereső oldalon olaszországi, görögországi és horvátországi, valamint magyar árakat vetettünk össze. A legolcsóbban Aténban találtunk szállást 75.000 forintért 6 éjszakára, de 2 millió forintért is volt egy hétre görög szállás a portálon. Az olaszországi Bibionéban 140.000 forinttól 1 millió forintig lehet egy hétre foglalni, mindenféle ellátás nélkül, hasonlóak a horvát szállás árak is. Siófokon pedig egy hétre 190.000 forinttól 1.700.000 forintig találtunk szállást július utolsó hetére. Híradónk az úti költséget is összehasonlította. A külföldi úti célok között autóval Horvátországban legolcsóbb eljutni. Fiuméig autópályadíjakkal 66.000 forintból jön ki az út, míg a legdrágább repülőjegyet a görög fővárosba találtuk. Rossz hír a külföldi utat tervezőknek, hogy a héten ismét több mint 395 forintba kerül egy euró, ami még tovább drágítja a külföldi utakat.